Jó estét kívánok! Önök a Tatai Körzeti Televízió hírháttér műsorát, a hírszemlét látják. November 11-e van, csütörtök, tartsanak velünk! Vetélkedő sorozattal segíti a fiatalok pénzügyi ismereteinek bővítését a Magyar Államkincstár. A saját fejlesztésű játék kincstár alkalmazás népszerű a középiskolások körében. A Komárom-Esztergom megyei döntőt Tatán rendezték. A négy csapat közül a komáromi Széchenyi István gazdasági és informatikai technikum végzett az élán. A Magyar Államkincstár, mint a költségvetés végrehajtója, illetve az lakossági állampapírok értékesítője, nagyon fontosnak tartja, hogy a fiatalok körébe is a pénzügyi tudatosság növekedjen, fejlődjön, és ezért egy játék applikációt, egy játékkincstár applikációt hoztunk létre 4 éve, 2 éve megújítottuk, és ezzel az applikációval is segítjük, hogy a fiatalok minél inkább megismerjék a pénzzel kapcsolatos fogalmakat, a pénzzel kapcsolatos tevékenységet. Tehát ezt próbáljuk ezzel elősegíteni, és ez a játék applikáció mellett egy ilyen interaktív, személyes jelenléttel bíró vetélkedő sorozatot is indítottunk, illetve ezen túl még egyéb mestervideó, illetve rajzpályázatot írtunk ki a fiatalok számára. Hogyan is kell elképzelni ezt a kincstár applikációt? Ez a kincstár applikáció, ugye ez a megfelelő telefonokra, okos telefonokra letölthető iOS, illetve Android könyvtárakból letölthető applikáció, és ebben található különféle 10 féle olyan típusú játék, ami ugye igaz-hamis kérdésektől kezdve mindenféle olyan játék, ami a fiatalukat megfogja, használják, és ezáltal a pénzügyi kérdésekben tudnak egy kicsit elmélyedni. Hogy vették észre, mennyire népszerű ez a fiatalok körében, mennyire segíti az ő tanulásokat, illetve a tudatos pénzhasználatot? Jók a tapasztalataink, tehát azt látjuk, hogy sokan jelentkeznek ezekre a vetélkedőkre, használják az applikációt, és azt érzékeljük, hogy ezáltal ugye a mai világban már a digitalizálás, a digitális eszközökkel lehet sok esetben a fiatalokat megfogni, és ebben próbálunk mi egy eszközt adni számukra, hogy aztán eligazodjanak a pénzügyi világban, hiszen már nem csak készpénz, digitális pénzek is vannak, és a kincstár, mint a állampapírok az egyik befektetési szolgáltató, legnagyobb befektetési szolgáltató egyike Magyarországon, külön termékeket is tud a fiataloknak, ugye startszámla, babakötvény kapcsán nyújtani. Esetlegesen egy iskolai tanulmányt is lehet ezzel segíteni. Mondok itt arra például, hogy én közgazdasági szakközépiskolába jártam, és lehet, hogy nagy segítség lett volna így a tudás elmélyítésében még pluszban. Abszolút. Tehát ugye a kormányzaton belül számos minden szervezet egy pénzügyi tudatossági programban a maga eszközeivel, a maga területével részt vesz, és én úgy gondolom, hogy ez manapság már a tanrend, tehát a tanulmányok között is meg kell, hogy jelenjen. Egy országos vetélkedőről beszélünk, kik érkeztek ma ide Tatára? Mostani vetélkedőben a Komárom-Esztergom megyei középiskolások vannak itt. Ugye az első forduló az applikációban volt a verseny, és az 5 legjobb középiskola 5 fős csapatai vannak ma itt. Akkor úgy kell elképzelni, hogy megyénként vannak ilyen vetélkedők? Megyénként szervezünk ilyen vetélkedőket, első forduló egy online, és a második forduló, a döntő pedig egy ilyen interaktív személyes vetélkedőt jelent. És esetleg a legvégén lesz egy ilyen megyénkénti összecsapás? Igen, itten gondolkodunk, hogy milyen országos vagy regionális szinten gondoljuk tovább a játékot. Ebben még a gondolkodás fázisában vagyunk, igen. Hogyan vették észre, mennyire volt sikeres az a mobil kincstár applikáció itt a megyében? Örülök, hogy fővédnöke lehetek egy ilyen sikeres rendezvénynek, amit ugye játékkincstárnak neveznek, de a célja az, hogy megtanulják a gyerekek, hogy a kincstár az nem játék. És egy
olyan folyamatot indítottak itt el a megyei kincstár vezetői, amellyel nagyon sok iskolát elértek és vontak be ebbe a folyamatba, és nagyon sok helyen a gyermekek, a tanulók, a felkészítő tanáraikkal bele kellett bújniuk az internet világába, kiadványokba, hogy megismerjék ezeket a dolgokat, amik számukra vagy ismertek, vagy ismeretlenek, de mindenképpen fontosak. És sok helyen volt az első fordulóban egy ilyen felmérő verseny, és ebből az öt legjobb jött ide, tehát én ezt sikeresnek tekintem. Legjobban Tatabánya tette oda magát, de nagyon örülök például a komáromi csapatnak, hogy sikerült neki ide bekerülni. Azt mondhatjuk, hogy a magyar oktatás általánosan nagyon jó. Nagyon jó lexikális tudást ad, de egyre inkább fölmerül az igény, hogy másra is fókuszáljunk. És ebből talán a legfontosabb a környezetvédelem. Mindenki ma ezt tapasztalja, hogy iskolában és iskolán kívül is szemléletformálásban ezt itt nagyon jól csinálják. És emellé zárkózik föl a pénzügyi ismereteknek a sora. Ez nagyon fontos, hiszen a mindennapi életben már tulajdonképpen gyermekkorban találkoznak a bankkártyával, a telefonnal, fizetéssel, és mindenféle egyéb dologgal. Nem csak az a cél itt, hogy ezeket a szolgáltatásokat megismerjék és tudják használni, hanem az is, hogy bemutassák a kincstárnak a szolgáltatásait, ami egy kicsit távolabb áll az emberektől. Sokszor még felnőtt korban sem tudják, hogy van egy ilyen állami intézmény, egy ilyen állami bank, ami nagyon-nagyon sok szolgáltatást nyújt, például ami a egyik legfontosabb a magánszemélyeknek, az értékpapíroknak, az állami értékpapírok forgalmazásának a területén. Én tulajdonképpen úgy kerültem ide, hogy itt a államkincstárnak a kuncsaftjait, a partnereit képviselem, hiszen a megyei önkormányzat és az államkincstárnál vezet számlát, csak úgy, mint nagyon sok önkormányzat, és például a pályázatoknál is megkerülhetetlen az államkincstárnak a szerepe, nem csak számlavezetőként, hanem közreműködő szervezetként is. És aki kilép az életbe, annak ma Magyarországon vagy az Európai Unióban nem csak azt kell tudni, hogy hogy fizetek a boltban, hanem azt, hogyha például egy gyerek önkormányzat elindul egy pályázaton, akkor azt hogyan kell csinálni és kikkel kell csinálni. Ebben ad segítséget ez a mai vetélkedő, és nagyon köszönjük Tatának, hogy ezt befogadták, és örülök neki, hogy ilyen szép számú érdeklődő van. Remélem sikeres lesz, és hát előre is gratulálok a győzteseknek. Igen, talán a fiatalokat most így könnyebben meg lehet már fogni így a telefonos applikációkkal. Gondolom ez is egyfajta cél volt, mert azt gondolom, hogy aki mondjuk nem közgazdasági szakközépiskolába járt, kevesebbet találkozott bizonyos szavaknak a jelentésével. Gondolok itt arra, hogy például értékpapír. Igen, természetesen ez így van, hiszen a telefonos applikációt azt akkor veszik elő, amikor valamihez odaérnek, és úgy tudják elérni, hogy letöltenek egy applikációt. De az, hogy mit érnek el, mi van e mögött, pontosan mit jelent, azt sokszor nem is tudják, hiszen gyakorta csak a végeredmény számít. Pedig az egész élet egy folyamat. A pénzügyi rendszer is egy folyamat, a kincstári szolgáltatások is egy folyamat részei, a pályázatok is egy nagyon fontos kapcsolatrendszer mentén, tehát Európai Unió, Magyarország, megye, önkormányzatok vagy egyéni pályázók, cégek ennek a része. És ezek a srácok, lányok, ezek hamarosan kilépnek az életbe, lehet, hogy céget alapítanak, lehet, hogy egy intézményben fognak dolgozni, és fontos az, hogy legyen igény a dolgok mögé nézni. Ne csak a végeredményt látni, hanem azt, hogy hogyan történnek és hogyan folynak az ügyek. És ebben ez a mai játék, ez segítséget nyújt. És azt látom, hogy nagyon lelkesek már a fiatalok, és
és így a csapatok már megbeszélik, hogy hogyan is készüljenek fel itt erre a vetélkedőre. Hát igen, nagyon jó volt jönni, látni azt az egészséges izgalmat. Nagyon köszönjük a felkészítő tanároknak, hogy segítettek abban, hogy ezek a gyerekek ide eljuthattak, és jó is lesz most belevágni, mert ugye amikor már elkezdődik, akkor az egy kicsit felszabadultság, természetesen akkor is izgulnak a feladatok miatt, de szerencsére olyan feladatok vannak, amik kreatívak, és megmozgatják a kezet, a motorikus rendszert, a gondolkodást, és élvezni fogják szerintem a gyerekek ezt. Mit jelent az a számára, hogy ezt a megyei játékkincstervetélkedőt itt rendezhetik meg? Mindig olyan érdekesen szoktunk viszonyulni ahhoz, ha a pénzhez, ugye általában, ugye ha kevés van, akkor panaszkodunk, ha sok van, akkor is panaszkodunk. Mindig olyan kicsit ugye eltoljuk magunktól néha, hogy hát nem, hát mi azért nem a pénz emberei vagyunk, és nem érdekel bennünket a pénz. Amikor Zsámbékon dolgoztam a főiskolán, akkor a főigazgató úr nagyon okosan egy külön olyan stúdiumot vezetett be a tanítójelölteknek, hogy tanulják meg azt, hogy kell megtanítani a kicsi iskolásokat arra, hogy ne legyenek becsaphatóak. És ez a mostani világunk azt gondolom még inkább rászorul arra, hogy a gyerekeinket folyamatosan tanítsuk arra, hogy ne legyenek becsaphatóak. Ne higgyék el azt, hogy van olyan, hogy 100%-os kamat. Ne higgyék el azt, hogy munkanélkül lehet pénzt keresni. Ne higgyék el azt, hogy a pénz az csak úgy jön, és nekünk csak az a dolgunk, hogy elköltsük, hanem tanulják meg kicsi gyerekkorba, hogy a szorgalmas munka, a teremtő munka nélkül nincs értelmes, normális emberi élet. A pénz az egy olyan eszköz, amit eszközként kell kezelnünk, meg használnunk, és nem célként. És éppen ezért nagyon örülök, hogy ez a versenynek, ez a fordulója itt Tatán történik, mert hogy újra van lehetőségünk a gyerekeknek, a fiataloknak erről beszélni, és ezt megmutatni, és arra fölhívni a figyelmüket, hogy erről így kell gondolkodni, és ezt gyerekkorban kell jól megtanulni, a pénzt beosztani, takarékosnak lenni, de főleg arra mindig gondolni, hogy azt neki kell előteremtenie, éppen ezért a munka az első, a teremtés az első, és csak azután jön minden más, és így van lehetőségünk ezzel gazdálkodni. A másik oldala pedig, amit meg kell mindannyiunknak tanulni, hogy az adás kötelezettsége és az adás törvénye, hogy az, akinek van, annak kötelessége a másik embert segíteni, és ezt ugye mindig a legegyszerűbben, meg legkönnyebben a pénzünkkel tesszük meg, de ez se teljesen igaz, hiszen az időnk, az energiánk, a tudásunk odaajándékozása ugyanannyit ér, mintha én pénzt adok, és azzal segítek valakin. Ennek a tudásnak a megszerzése, ennek az élet filozófiának a megismerése, megismertetése alapvető kötelességünk a gyerekeink felé, és ezért jó dolog, hogy a kincstár is ebben élen jár, hogy ezt a fajta kultúrát terjessze, és ezt a fajta tudást próbálja meg eljutatni a mai fiatalokhoz. És hát itt most már a digitalizált világban talán még jobban megtalálták azt az eszközt, hogy mobil applikáción keresztül tanítják meg a fiatalokat. Így van. A másik ilyen világunk most az informatika, és azon keresztül is a kütyük világa, és ezeknek a kütyüknek a használata, amit a gyerekeink már teljesen természetesen, hogy nekünk a golyóstól volt nagyszerű dolog, a tintatól után, és a filctól a színes ceruza után, nekik ez most a kütyűvilág, amiben minden elérhető, és minden megoldható, és minden megvalósítható, és ezért jó, hogyha ezekre ilyen értelemben az életmódjuk kialakítása a szükséges hasznos tudást is ezeken az eszközökön keresztül is tovább tudjuk adni, mert hogy így talán még könnyebben befogadóak, és még könnyebben elhiszik, meg megtanulják, hogy ez nekik valóban hasznos, és tényleg segíteni fog, úgyhogy ilyen szempontból ezt az okos eszközt okosan kell tudnunk használni. Kálmán Attila tanár úr, Isten nyugosztalja, sok-sok nagyszerű gondolatot hagyott ránk, és ebből az egyik nagyon-nagyon jó gondolat, amit sokszor el szoktam mondani, hogy
amit ő a nevelésre mondott, hogy a gyerekeinknek nem azt kell adni, amit ők kérnek, amit ők akarnak kapni, hanem amit kellene kapniuk, azt kell adnunk nekik, amit kellene kérniük, azt kellene adnunk, és nem pedig azt, amit ők kérnek. Akkor tudunk igazán rajtuk segíteni, hogyha azt adjuk, amit kérniük kellene. Remélem, hogy ez a mai alkalom ebben is segít nekik egy kicsit. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Önök a Tatai Körzeti Televízió hírháttér műsorát, a hírszemlét látták november 11-én, szerdán. Holnap is várjuk Önöket, addig is további szép estét kívánok, viszontlátásra!